Olyan időszakot élünk, ahol nem az számít, hogy milyen karóra van a csuklódon, vagy hogy milyen autó áll a garázsodban, hanem az, hogy van-e földed, olyan földed, amin gazdálkodhatsz, állatokat tarthatsz, illetve növényeket termeszthetsz. Most egy ilyen 30 hektáros birtokot fogunk megnézni. Gyertek, tartsatok velünk! Berci, bá, adjon Isten, jó napot! Jó napot! Tegeződjünk, nem agazódjunk, mert... Köszönöm szépen, megtisztelsz! Üdvözöllek benneteket itt a birtoka. Hát itt vagyok, 30 hektáros birtoka, melyik épülettel kezdjük? Itt a ilyen vadászház jelleg. Nézzük meg, jó, szuper! Melyik résszel kezdjük? Van itt egy nagy terem? Kezdjük a nagy teremmel. Persze. Ez különbejárattal rendelkezik? Különbejárattal rendelkezik. Szuper. Vadásztam folyam lenni, jelenleg most már megszűnt. Parancsoljatok! Aszta! Van itt egy-két trófea. Van. Ezeket te lőtted? Ezeket én lőttem, igen, de van itt több trófeám is, meg leszedve is, ahol ugye az asztalon tanultak a tanfolyamosok, azt itt volt a bemutatás, meg minden, úgyhogy... Te voltál a vadásztársainak az elnöke? Az elnöke voltam itt, de itt az egyik kollégám, ő Petrás László tartotta itt a tanfolyamat, meg jelenleg is most tartsa, csak nem itt, hanem külön épületben máshol. Tényleg használtátok a kandallót? Igen, itt szoktunk sütni benne. Igen, hát itt egyszer elfér egy akár egy ilyen 20-30 fő is, nem? 30-on felül is elfér, így van. Igen, úgyhogy... látom, hogy újak a nyilazzárók. Ez mikor épület egyébként? A nyilazzárók azok fiatalabbak, aha, de az épület az már egy ilyen 15-20 éves. 15-20 éves. 20 éves inkább. Jó, oké. 20 éves. Jó, menjünk át a lakóépületbe. Itt van egy kazánház, innen itt megy a központi fűtés. Jó. Vegyes tüzelésű? Vegyes tüzelésű, igen. Vegyes tüzelésű. Gáz nincsen jelenleg. Hát azt gondolom, ezekben az időkben nem is szükséges. Itt nem, van, az ember el van, gáz nélkül. Itt van egy ilyen konyharész, gázszűzhely, meg ilyen beépített hűtő, meg minden. Erre van tovább egy szoba, egy háromágyas szoba. Itt van egy fürdő. Itt meg ugye vadászok jártak ide, ilyen páncélszekrényes. És a fegyvereket itt tárolják. Fegyvertároló szekrény volt itt, vagyis van is itt. Jó, szuper. Úgyhogy, és akkor fönt helyezkednek el a hálószobák? Felül igen, felül útszintén. Gyerünk fel akkor. Itt van egy ilyen négyágyas szoba. Itt pedig egy ilyen kétágyas, hát meg itt van a kamerarendszer. Ugye, mert központilag ilyen kamerarendszer. Egyébként jó a térérzet, azt nézem, hogy egyáltalán nem szűkös a tetőtér. Nem. Ez jól lett megépítve. Úgyhogy központi fűtés van, meg minden, úgyhogy... Oké. Hát ez egy tökéletes lakótér itt fönt. Szuper. Hát 9 személy fér el. Tartok pávalkat, és ez csak ilyen díszes vadlibák. Gyönyörűek egyébként. Vadászat közben megsérült a szántő, azt sajnáltam. Tényleg? Levágni, úgyhogy azt így megmaradtak, azt nevelem tovább őket. Lentebb, most jelenleg itt a tanyán egy vadfarm működik. Ó. Kintről vannak ilyen behozott izlandi bikák. Ezek tenyésztett bikák? Ez tenyésztett bikák, úgyhogy ilyen páratlan 40-es, meg 32-es trófeákat hoztak 6. agancsra. Ó. Úgyhogy... Ezeket megmutatom, dálmok vannak, muflonok vannak. És ez az erdőrész, amit itt látunk? Ebben, ami az erdőrészben vannak a dálmok, muflonok. Ez a területhez tartozik ez végig, ide, amit látunk itt végig? Így, végig a területhez tartozik, jó élőhely van nekik, úgyhogy... Milyen gyümölcsfák vannak itt? Itt mindenfajta gyümölcsfa van. Van ringló, szilva, akkor barackok vannak, idaredalmák, cseresznye, diók, mindenféle, ami egy háztartásba kell, az megtalálható, meg jó termőképességű fák. Hát ez hatalmas kincs. Múltkor vásároltam az Aldiba, mondom, veszek itt a dalmát, az a kedvencem egyébként. Aha. Semmi, nulla. Ez két napig gyakorlatilag alig lehetett almát kapni. Aha. Csak hogy ez most még természetes, hogy bemegyünk a Aldiba időbe, és veszünk gyümölcsöt, zöldséget, csirkét. Vannak itt ilyen
barackok majd lent itt a igen. Végében. A kút hálózatról megy a víz, ugye? Igen, kútról működik, és egy hálózat, vagyis szivattyú keresztül működik. És akkor a szennyvíz a derítő megy. Igen, derítőben van jó. Itt jelenleg, igen. Itt vannak a gímszarvasok. De szépek. Innen jobban meg lehet tekinteni, kosok is vannak bent, mert ez most jelenleg le van zárva ez a terület. Igen. A kinti bikák véget, nem eriztem fel az erdőbe, hogy ne piszkálják a kerítést. Most a muflonok csak bejöttek hozzájuk ott a kerítés alatt. Úgyhogy itt van a ünő is, a bikák is itt vannak bent. Az a hatalmasabb bika ott a felső, az igen. A 40-es. Nem tudom, hogyha dobok almát nekik majd, próbáljuk akkor meg. Lejjebb gyűn neki, az közelebbről meg lehet. Ez a kisebb bika, a nagy az ott van fent, az brutális. Az innen is látszik, igen, méretes. A tavalyi hullajtott tagancsa volt 9 kg 80 deka, a hullajtott. Az igen. Le is van mérve, úgyhogy mérlegen. Mind a kettőnek ugye aránylag ez hosszabb egy kicsit, az meg sűrűbb a gubika. Igen, ezt látom, egy kicsit tartózkodó. Az a 40-es, páratlan 40-es odafent, az tartózkodós. De jól van a többiekkel egyébként? Hát, egyben vannak, nincs. Igen. Hát mert parbajoznak mindig, mert ott is most is van kapargat. Igen. Hát a dámok ugye azok most kint vannak. Nincsenek bent. Abban hány darab van dámból? Hát 5 bika, meg 5 tehén van. Uh-huh. Hát bordjuk most, amik vannak szaporulatok. Itt van egy boros pince, jelenleg ilyen lepalackozott borokot tartok benne, meg hát ilyen zöldségfélékeket, krumpli, meg alma. Mekkora területi a pince? 5x3 méteres, egy 15 négyzetméter köves pince, úgyhogy ez de hát akkor télen nyáron ott stabilan hűvös van. Köves pince, úgyhogy. Itt van egy magtár, meg mellette egy ilyen húsfeldolgozó rész, hát nincs még befejezve. Itt vannak az állatoknak a takarmány, az egy része, amit itt helyből etetek. Igen. Úgyhogy itt birkáknak, meg mindennek ugye, ez még a tavalyi termések. Ez se a régi épület, nem? Mennyi lehet ez? 15-20 éves? Még annyi sincs, nincs. Hát meg van csinálva, csak ugye nincs kivakolva meg. De jelenleg itt most minden hordóktól kezdve tárolóhelyek, mert régen még ez volt, azt még amikor fa épület volt itt, és ugye most már le van öntözve. Odafent is a nagy magtárba, majd ahova felmegyünk másodszorra, ott is ugye ott öntözöm le a több takarmány, csak itt már könnyebb etetni a lenti juhodájba. Kukoricát honnan szerzed be? Saját földeim vannak. Aha. Megtermelem, úgyhogy... És abból még egyiket lehet vásárolni, hogyha úgy van, hogyha szeretne az útradonos? Persze, vannak földek, és akkor azok is eladók... Mert ez most aranyárban van, hogyha meg akarod venni. Persze, azok is eladók lesznek, hogyha birtok elmegy, a szántók is eladók lesznek. Jó. Gépek, minden eladó lesz. Gyerünk, nézzük meg itt akkor a másik épület helységet. Aha, itt mi hát volt? Még itt vannak a izék, mert disznóvágású. Itt van egy ilyen húsfeldolgozó jelleg, hát jelenleg itt dolgozok fel mindent, amit csinálok, akár disznóvágás, meg minden. Itt úgy volt, hogy meg lesz felezve a rész, mert megvan a hűtőkamra rész is. Itt lett volna, itt egy zuhanykabin, megvan itt minden. Terv az megvan akkor már. Megvan minden bele, csak itt vannak a lapok, még lap kell hozzá, valamennyi le is lehet rakni, úgyhogy ez tiszta. Csak egészségügyi dolgok véget mindent megállítottam. Aha. Szóval vannak itt problémák, nekem is a gerincel ezzel, azzal.
Igen, ezt akartam is kérdezni, ez, mi az eladás oka. Mert azért egy ekkora birtokot létrehozni önmagában az, hogy... Sajnos ez, és akkor nem csak ez van, még nekem még ezen felül üzletek vannak, és ez sok. Sok. De múltkor, hogy felgyalogoltunk, nagyon bírtad, te diktáltad a tempót konkrétan, szól azért, hogy erről hát úgy... Úgy bírom, csak az a baj, hogy sokszor elégyen ez a probléma. De ez az eladás oka igazából, ez, hogy ez, már ez nincs már sok. Aki folytassa. Nincs a gyerekek? Vők nem foglalkoznak vele, asztalosok ezzel foglalkoznak, unokalkoznak. Mondjuk ide azért kell energia, az. Itt kell lenni ahhoz, hogy nem, ezt nem lehet két laki életben tevékenykedni. Unokalk, lányok, ugye azok nem érdeklik kigyönni, örülnek idekinte. Igen. Egyébként sok föld van az, hogy 30 hektárja legyen az embernek, azt össze lehet hozni, csak különböző területek. Az, hogy egybefüggő egy terület. Így van, így van. És vannak már rajta értékes ingatlanok, ez az, ami nagyon ritka hát egyébként. Ezt is ugye részletekbe vettem, nem egyszerre vettem, én is hát vettem hozzá. Hány év alatt, gondolom, jó sok év alatt. Ezt mi az ember kialakítja. Életem, ugye benne van a munkahelye, úgyhogy hát igen. Ezt így lelkileg is nehéz egy picit elengedni, nem? Hát. De hát na, most az élet ez diktál. Ha nem bírja az ember valamit, akkor engedni kell, szóval ez. Szóval de egyébként ez a nyugalom. Mert ha valaki folytatna, akkor nem anna már semmi pénzé, úgyhogy csak nincs sajnos. Igen. Nincs, aki folytatja. Igen, azt néztem egyébként, hogy már most is egy viszonylag jó úton közelíthető meg maga a birtok. Most nyertünk ide egy pályázatot, erre területre még ennél útra. Is jobb lesz az út? Ettől jobb lesz, persze augusztus, jövő év augusztus 15-ig. Meg hogy valósuljon a beruházás. Meg kell valósuljon, igen, a beruházás, meg új vezetékrendszer fog jönni. Most áramból most mekkora kapacitása ipari van? Áramom van? Ipari áram? Ipari jó. Áram van, úgyhogy úgy is vannak a csarnokok is bezéve, úgyhogy három fázis van. Nem mondom, egyébként, hogy nem lenne fejlesztés az út tekintetében, akkor is személyautóval tökéletesen járható. Hát most személyautóval... Egy leszort köves út van. Persze. Én csináltam itt a vikendházak előtt az utat saját erőmből, úgyhogy meg lett csinálva, úgyhogy idáig lentebb egy kicsit, de most megtolják az egészet, és akkor új kőrendszer is lesz, meg az új út lesz benne, úgyhogy az áram véget, mert ugye most új áram is lesz, ez véget, ma megcsináltak volna az utat, de ez véget előbb. Akkor földkábellel fog előtt, jönni. Vagy igen, darabon földkábellel, máshol meg légi kábellel. És e fölött mit találtó? Egy lakás van? Ez fölött van egy ugyanilyen nagy épület, mint itt. Csak annyi, hogy az gipszkartonos, ki van festve, ott volt nekem ilyen, akik ilyen segítő. Akkor ilyen szolgálati, gondoki lakás. Így van, ilyen szolgálati lakás. Jó, nagyon jó. De most és az épületek a hátuljáról így van, hátulról lehet felmenni, jó. Igen. Jó, aha, az onnit. Ó, van egy jó füstölő? Itt van. Azt egy füstölő. Nézni? Ó, aha. Ez egy kicsempézett... 5 mázsa kolbász szokott beleférni, úgyhogy ha szarvast vágok, akkor 5 mázsa. Most bent vannak a teknők, meg minden. Igen, igen. Ez csak akkor itt megyünk fel a szolgálati lakáshoz. Igen, jó. Oda, okay. Szuper. Következő épülethez, hogy megyünk. Egy pillanat, becsukom. Igen. Az egy hodály, jelenleg abban vannak a birkák. Az ugyanúgy 250 négyzetméteres. Mekkora az állomány jelenleg? Épület. Hány birka található? Hát most 180 darab birka. Most fel vannak engedve a birkák? Most kim vannak a birkák, ugye a területe. Itt van az új csarnok, ami 5 éve épült. 5 éve? Igen, hát most már 5 éve el lesz, igen. Itt egy jó 20 centis savállós beton van. Ugyanúgy, mint odafent a magtárba. Ott is két réteg beton van, csepegésmentes. Ezen felül hátul van egy 30 ezer literes víztartály, esővíz. Minden meg van fogva, azért ilyen nagyobb a csatorna, úgyhogy csepegőmentes minden, úgyhogy zárt rendszer. Ez mosásra, locsolásra, mindenre nagyon jó. Tele is szokott lenni egy esőzésnél, úgyhogy... Ja. Birtoknak a lelke? Ja, hát, traktor? Lelke. Na itt van egy épület, hát most egy tengelyest csinálunk, úgyhogy csiszoljuk, meg majd festeni akarjuk. Itt jelenleg úgyszintén árpa, napraforgó, meg most a birkának egy apjújai vannak itt. Igen. Úgyhogy... Ezekkel milyen hasznosítás? Hát ezt elviszi a
van egy ilyen felvásárló, aki elviszi. Aha. Jó, hát ez nem amortizálódik, nem romlik meg. Nem, hát száraz helyen van meg élet, minden, úgyhogy ebben nincs gond. Igen. Ez saját báló, ugye? Mind. Ez, igen, ez mind rendes. Ez az első vágásból van? Ez mind olyan vágás, hogy ilyen én kisebb rétegekbe vágom le, úgyhogy zölden, szép zöld. Szép zölden van bebálázva, úgyhogy ez az egész levél rajta van, úgyhogy ez nem, ez így van. Most eladó lesz ez is, mert ugye ennyi sok nem kell, több kazal van, de itt is van egy 400 darab ilyen lucerna bála, meg ha van benne széna is, ami így van, de ez ennyi nem kell is, majd eladásra kerül. Tyúkok? Vágás vagy tojás véget? Vagy ez mi egy pár darab van tojás véget, de itt kerítettem le, mert alul volt egy kis cirkusz a rókákkal. Azt... Igen. Gyerünk akkor erre fel, felnézünk. Itt jelenleg csak ilyen olyan legeltetés működik, hogy rétegért legeltetés. Úgyhogy külön el vannak zárva, majd lehet látni, itt vannak a birkák ezen a részen. Ki is legelik ugye tisztára a birkák, egész csontig megeszik a füvet, úgyhogy ezért jó birkát tartani, mert ez a csontig leeszi mindent, a füvet. Így van, szóval látszik is. A nagyobb feljönnek kórik, azt kell kicsapni belőle csak, de ugye késő kezdtem, van ilyen szaltyingós benne, úgy mondom, hogy szálas fű, ami megöregedett, azt ugye azt már nem úgy szeretik. Meddig tart a terület? Ez, amit itt látunk, hogy ennél tovább is fog tartani? Hát ettől még megy végig legelő. Ez egy része. Itt megy egy 10 hektáros legelő, ami itt az erdőkön keresztül fog menni. Igen. Hát ugye az szóval legelő, ki kell vágni annyira fát ott benne, ha elkezdtük vagdosni, hogy legelőnek minősül, mert különben erdőnek, erdőművelésűnek fogják. De ne érjenek össze a fák, ha nem ér össze, akkor marad a legelő, de nem szívesen vagdosok fát ki, mert a természet úgy szép, hogyha ez a fa még alatt van, akkor a hűvösre be tud húzódani, szóval nem mindig. Mindig is már milyen szép a panoráma. De gondolom, fönt még szebb lesz. Igen, igen. Na, menjünk. Fentről, a tetőről meg lehet látni jobban. Okay. Rétegelt legeltetés van, úgyhogy még itt felül, még plusz van kerítés, úgyhogy ilyen szakaszos van a legeltetés. A birka az kieszi egész a töveig a füvet, úgyhogy annyiból jó ugye, hogy a birkát, ha valaki tart, vagy valami, az legelteti, de bármit lett, azon a részen marhát is voltak benne marhák. Innét meg lehet nézni a panorámát, innét erről a részről. Ez nem semmi. Hollókői várat lehet ott látni a dombtetőnél. Tényleg. Ott itt egész Széchény, Varsány, itt nagyon jó a kilátás. Hát ugye még feljebbről még szebb, mert még feljebb lehet a majd menni. Most kilátó az hozzátok tartozik? Azt ide tartozik minden, a saját. Ez és akkor egész erdő, amit látunk, ez a területhez tartozik, ugye? Itt ez az erdős rész, igen, itt végig. Ma mennek is be a virkák, úgyhogy meggondoltak, de mondjuk azon az oldalban is vannak. Úgyhogy ez itt végig, meg ott az erdő, amit lehet látni. Igen. Az az erdős, ott a gerincig a határ, ott mind vasbetonhálóval van lekerítve. Az egész terület építési engedély vasbetonhálóval van lekerítve, plusz még egy háló van rajta, a vatháló. Úgyhogy dupla hálóval van. Seki, sebe, nincs kibejárkálás. Így van, dupla hálóval van bekerítve az egész. Az nem egy értéket önmagában, de most be akarnék ruházni. Ez megint csak egy zsebben nyúlva sztori lenne. Meg a munka, ahol oldalt, ahol gép nem tud, csak kézi erő, ott felhurcolni, szóval azok vannak itt a nagy dolgok. Ezt, hogy tényleg vannak gazdasági épületek, van magtároló, van kettő gazdasági épület, van gondoknak lakás, van családjász, hogy már egyből
kvázi birtokba vett tulajdonképpen a kifüggesztés után. Egy per egyes az egész, úgyhogy nem, ezt akartam nem kérdezni, osztatlan, hogy... jó. Nem osztatlan közösben van, én nevemben van minden, úgyhogy ez, szóval egy birtok. A földek is az én nevemben vannak, amik ott látható, kukoricás, ja, még lehet venni kukoricás a tanya alatt. Igen. Ott a patak mellett? Lent a pataknál, ott igen, az út. Azon átjöttünk. Ott az a kukoricás is ide tartozik. Jó. Jobbra is ide tartozik, szóval itt a tanya alatt vannak a földek, amik még eladó lesz. Jó. Miant, Széchenyi egyébként mennyi egy? 5 perc kocsival? Mennyi? 2 kilométer, ahogy kilométer. Mondtam az előbb. Ott van minden, nem? Bevásárlási lehetőségek. 5 perc sincs persze. Aha, jó. Itt, nekem itt én falu szélén lakok, úgyhogy ez nem nagy dolog, mert ki is látok az egész birtokra, úgyhogy a otthonruházról spektívvel látom az egész területet. Úgyhogy még itt... hamar ki lehet érni Budapestről? Nem, hogy 60-nál M3-osra lekerülnök a 21-es főútra, utána a Hólókői felé vezető útra. Nagyon szép végig, az út egyébként, úgy, nagyon minőségű. Így van. Meg hangulatos, ahogy jön így az ember. Van, így van. Egy kicsit, ha felmegyünk menjünk a dombra, akkor itt is van egy elkerített szakasz. Mert ugye itt voltak a vaddisznó kocáim, ebben a részben voltak vaddisznó kocák. Igen. Igen, ebben a részben. Itt voltak a kocák, abban a részben voltak a másik kerítéses részben, ahol jöttünk felfelé, ahol először a birkát megnéztük. Ott voltak a kanos kert, ott volt nekem 50-60 darab kan, ilyen 5-6 évesek, úgyhogy ezekkel foglalkoztam. Itt van egy olyan terület, úgyszintén, hogy azok a cseresznyefák, már vannak 50 éves, egyetlen egyszer nem fagy le róla semmi. Va. Ha nincsen rajta 5 marzsa cseresznye, ide járnak ki Széchenyből haveroknak, a feleségeim már úgy családostó jönnek szennyi. Rengeteg diófa van a területben, mint itt is látható, csak itt tudok igaz, mutatni. Az erdő részben is láttam ott az almák alfa mögött. Ott rengeteg van ott, igen, is benne, de itt is vagy 50 darab, úgyhogy vagy 100 darab diófa hát található. Hát innen nagyon kisek kell mozdulni, nem? Vannak, bírsalmak. Hát van állat, persze, van víz, van, vannak gyümölcsfák. Így van. Hát dió. Szebb, amikor jó zöld hát, a virágzik, föld, ugye? Még, igen. Még nem engedem ki a birkákat, akkor minden méreg zöld. Jó, de azért most másfél napja nem esett az eső. Mostanában kezdett el, ugye? De ki van legeltetve, hát ugye? Meg ki van legeltetve. Ha folyamatos legeltetés van, mind az látni is, hogy a legpicibb 2 centis hüvet is megeszik. Szóval a víztározóban egyébként megmaradt a vízszint, abból nem ment lejjebb, ugye? Hogy hát abban meg tudtátok az fogni a vizet, ugye? Ütődik. Az, hogyha mosom a traktorokat, vagy bármit csinálok, vagy locsolok vele, az meggyűlik, ugyanúgy meg van töltve. Itt felül van egy lapos rész, egy másfél hektáros, igen, hát eddig most művelt föld volt, most átadtam a birkáknak azt a területet is legeltető. Ha valaki szeretne, akkor igazából a helyépítési szabályzat megengedi, hogy a legelőre lehessen építeni egy épületet, hát, akár egy családi házat oda föl a domboldalra. Ez egybefüggő 10 hektáros legelő, aha, ami... Már oda simán le tudnék képzelni, ott, egy nagyon szép panorámás. Ott ki is volt szedve nekem, a kő is oda van víve. Ja, látom, van egy erézsű. Igen, igen, az ki van szedve ott, hogy oda akartam. Még a izék is megvannak, a gyámok, a betongyámok, a alulró. Fent ott, van itt egy magánút is, csak be van nőve. Igen. Úgyhogy az egy kis kitakarítás. Az egész, úgyhogy még kövezve is volt, köveztem, úgyhogy ide fel lehet 6 perc alatt jönni. Nagyon jó, szuper. Úgyhogy meg ott csinálhat valaki egy házat, csak én abban maradt így a minden. Jó, nézzük meg fönt a további legelőket. Na, itt van a harmadik szakaszos elkerítés a birkáknak, mert ugye szakaszosan vannak legeltetve. Igen. Meg ez régen a vadak véget is volt. Azt nyitva hagyhatjuk most? Nyitva. Jó. Ez így végig? Ez így végig ide tartozik, ott megy a kerítésrendszer, a vas kerítés. Igen. Az ott végig a fa mögött. Végig van, és ugye ez elmegy egész végig, és az alsó részbe pedig ott működik a kerítésrendszer. Igen. Ott, látszik, ahol az oszlopok vannak. És amíg a domnak a túloldalán, amit nem látunk, még túl, az is így túl, hosszan igen, végig túl megy. Ez a részen is ugye, hát itt nagyobb a fű, igen, mert a szakaszos legeltetés véget később engedtem ide, és ugye a
birka a kisebb füvet szereti, ez a marhának megfelel. Ez ideális, igen. Hát meg tavasszal rengeteget esett az eső, nem? A marha, igen, tavaszon igen. Sok eső volt, igen. És ahogy később lett kihozva, igen. Van ahol csontra van, van ahol meg ugye nagyobb a fű. Szóval ez annyi zúzás képes az egész. Úgyhogy ez is legelő, kvázi ide is lehetne építeni. Itt akár is, kisebb így házakat. Van, így van, így jó. Van. Nyilván akkor ki kell venni művelési ág alól, de így van, ez azt, egy, amit beépítünk. Ez minden a vevőnek a dolga, hogy új itt a széljárás, milyen kellemes itt a széljárás, kicsit már jobban fúj a szél. Igen, egyébként a másik legelő az sokkal szélvédettebb, ugye körül igen, öleli. Igen, igen. Itt a dombtetőről fogjuk látni végig ma az egész részt. Itt megy a vasbetonháló végig. Igen. Itt ez ültetett fa, én ültettem a kerítés végén, hogy ilyen megvédő rész legyen. Ez mind ide tartozik, hogy látni a kerítést. Végig a fák is. Hát meghattam a legelőbe, mert a birkáknak jó, a új tulajdonos meg azt tesz vele, amit akar. Mert mondjuk almák vannak benne, dió, azt cseresznyi, azt meg kell hagyni. Igen. Szóval innét már látni a birtok végét. Igen. Még egy kicsit, ha jövünk, akkor itt, ahogy megy a fa rendszer, ahogy elcsemetéztem, onnét a végén a eperfa, ott van egy eperfa, igen. Ott jön le a határ, és így jön végig így a határrész. Szóval ez még ide tartozik az egész, és ott a határrész. Eladó az alsó rész is, hogyha valakinek kell még bővíteni. Nem az enyém, de aki itt a téglagyár volt tulajdonosai, felkínálta, de nem kellett nekem most, én nem jó, minek, hát vásárolok, ez amikor ezt is el akarom adni. De meg lehet vásárolni azt is. Úgyhogy ezt a panorámát nem lehet megoldani. Ez valami elképesztő. Hát itt meg, ha belátni egész megnézzük, itt van Széchény. Igen. Mondom, egy két kilométerre. Ugye itt minden megtalálható. Én itt lakok az első utcába. Úgyhogy nekem közel van, a házamat lehet innét látni, igen. Úgyhogy én kilátok ide. Azt nézem, hogy a szlovák határ az valahol az ott húzódik, ugye? Ez két kilométerre van. Két kilométerre, és az már a Tátra, ugye ott messze? Igen, az. Szóval itt nagyon jó a kilátás, itt egészen Varsány, Rimóc, Lóc. Hollókő ott van, úgyhogy lehet látni minden, szóval nem. Hát ez egy kivételes birtok. Nem sajnálod? Most sajnálom. El kell engedni. Ez diktálja az észszerűség. Azért 64. évembe igen. Lépek, úgyhogy igen. Azért meg kell gondolni, mert nem fiatalodik az ember. Hát örökké valóságig, igen. Úgyhogy sokáig. Sajnos, nem, majd a fiatalok generációra. Sajnos, ha nem volna nyavajaim a gerincemmel, akkor nem is foglalkoznak vele, még tudom, hogy bírok, addig csinálnám. Igen. De. Igen. De itt, hogyha valaki nem csinálja... Hát ezt nem lehet így hagyni. Igen. Hát Berci, nagyon szépen köszönjük, hogy bemutattad a birtokot. Én is köszönöm, hogy megtiszteltetek ezzel a felvétellel, és remélem, hogy gondos gazdája lesz, ha helyértékesítve lesz a... Én biztos vagyok benne, hogy olyan valaki fogja megvenni, aki ezt az egészet tovább fogja vinni. Nagyon szépen köszönjük. Nektek pedig köszönjük a figyelmet, hogyha úgy érzitek, hogy ez a birtok, ez nektek van kirendelve, akkor minden elérhetőséget megtaláltok a leírásban. Sziasztok! Thank you.